Sziasztok! Hát megint itt vagyok, és ahogy azt megígértem, folytatódik az adventi kalendárium bontogatás. Ugyanis az előbb megérkezett kettő kalendárium is, ezeket gyors az ebédszünetemben megpróbálom leforgatni. Az egyik egy hatalmas nagy Maybelline adventi kalendárium, méghozzá ez most nem az 5 termékes, hanem a 24, szóval a normál. És megjött a világ legundorítóbb adventi kalendáriuma is, az idei NYX. De ebben a videóban a Maybelline-nel fogom kezdeni, úgyhogy lássunk is hozzá. Na, a hátlapját és a masnit azt le kell róla húzni ahhoz, hogy ki lehessen nyitni. És eléggé le van ragasztva. Na, csak sikerült. Szóval kihajtogatjuk, és akkor ez a látvány fogad minket. Ide jobb bal oldalra, most nekem bal, fel lehet írni ilyen kis to-do listát, hogy mi mindent kell megcsinálni, vagy mindent szeretnék megcsinálni az ünnepi idő alatt, és akkor itt van a 24 dobozocska. Na de álljunk is neki, mert ezek ugye elég is sokáig szoktak tartani. Kezdjük is az egyessel. Első nap egy körömlakkal kezdünk, a 357-es Burgundy Kiss árnyalatban. Második nap, ebben valami könnyű van, méghozzá egy mini kolosszál szempillaspirál. Egyelőre eléggé hasonlít a kicsi méretű adventi kalendáriumhoz. Aztán a harmadik nap, az már egy nagyobb doboz, és nehezebb is. Ebben pedig egy ilyen Maybelline-es kis átlátszó tasak van. A negyedik nap az valahogy elbújt. Nem, itt van fenn. Valami törékeny dolog lehet, nagyon be van csomagolva. Ez egy ilyen kisméretű szemsmink eltávolító. Aztán az ötödik nap. Hú, ezt a részt, de nem szeretem, mikor vadászni kell. Itt az ötös. Az ötödik nap egy baby lips van benne, méghozzá a Cherry Me szín, illetve illat. Hatodik nap, Mikulás! Ebben ismét egy szempillaspirál van, a Lash Sensational Full Fan Effect, de ez most már egy originál méret. Aztán a hetes. Egy rúzs van benne, méghozzá a 25-ös Chilling Grey árnyalat. Fú, hát ez egy eléggé egyénfüggő szín szerintem. Nekem ez túl, hát nem extrém, viszont nem ilyen mindennapi szín. A 8-asban... abban valami icipici dolog lesz. Méghozzá egy ilyen mini kiszerelésben egy Face Studio Prime az 50-es színben, szóval ez egy ilyen kék tubusos primer, hidratáló primer. A 9. napon nézzük, hogy mi vár ránk. Ez is egy nagyobb doboz, és eléggé megtölti. Ez egy Face Studio Chrome Metallic Highlighter Puder, méghozzá a 100-as Molten Gold színben, ennek eléggé szép ilyen bronzos, aranyos színe van, és ez egy highlighter puder. 10-es. A 10. nap egy fekete szemceruza van benne, a 100-as Crayon Kohl színben, semmi extra, nem kell hozzá semmi más fűzni. Szemhéj, szeruza.
vagy szemceruza. 11-es, itt van felül. Ebben egy körömreszelő van, ez szintén benne volt a tavalyiban. Ja, még nem mondtam nektek, hogy melyik volt benne a tavalyiban, csak magamba gondolom, de eddig úgy nagyjából az összes benne volt a tavalyiban. 12. Ebben valami szebb kinézetű rúzs van, ráadásul a 376-os Pink for Me árnyalatban, és ez gyönyörű. Ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a színt, vagy a színvilágot. Ez nagyon-nagyon tetszik. És nagyon jó ilyen csokis illata van. Tényleg nagyon jó illata van. A 13-as. Bocsánat, egy kicsit ilyen kapkodósan csinálom, de ezekhez tényleg nem nagyon kell mit mondani, és sietnem kell majd vissza a munkahelyemre. Ja, egy fél órán van. A következő a 162-es Feel Pink árnyalatban egy rúzs, már maga a tégeje nagyon tetszik, hogy ilyen erős pink színű, és a rúzsnak a színe is nagyon-nagyon szép, egy ilyen lágyabb, világosabb rózsaszín. Ezt lehet, hogy nekem egy kicsit túl világos, de amúgy tényleg nagyon szép színe van, el tudnám képzelni, hogy használom. A 14. napon egy hiperprecíz All Day Liquid Liner van benne, egy ilyen kisebb méret, szemhéjtus, fekete, vagy hát folyékony szemhús, vagy hogy mondjam, értitek. A 15-ös itt van középen, ez is jó nehéz. Egy körömlak van benne, egy élénk piros 353-as Red árnyalatban. A 16-osban egy beauty blender van, ilyen kis halvány pasztel rózsaszín színben. Ebben ismét egy rúzs van, ebben az évben eléggé sok rúzst raktak bele, ez pedig a 157-es More to Adore szín, szintén egy ilyen halványabb rózsaszín, de ez inkább egy ilyen lányos rózsaszínbe megy be, és nem egy pasztellesbe, ez is nagyon, nagyon szép, és isten illata van, ez ilyen Wunderbaum illatú, ilyen vaníliás vagy zöldalmás autóillatosító illata van. A 18-as, jól elbújt, azzal még nem is találkoztam, itt van. Ez is jól meg van tömve. És ebben is egy körömlak van, egy fekete 677-es blackout színben. Hát a fekete körömlak az egy olyan dolog, hogy így... valaki csak azt használ, de nagyon sokan egyáltalán nem. 19. Ez mi? The Falsies Lash Lift Mascara. Szóval ez is egy szempilla spirál, de ez is egy kisebb méret, ugyanúgy, mint az első valamelyik napban volt. 20-as. Ismét egy körömlak, most egy nódosabb szín, 260-as Starlet Anise. Igazából, hogyha magyarra fordítom. Anise, nem tudom, hogy ejtik angolul. És ilyen érdekes pöttyök vannak rajta, mint hogyha már régi lenne a rúzs. Ez mondjuk nem túl szimpatikus. Ez egy ilyen sötétebb, barnás szín. 21. Nem, az 22. 23, 24. Itt a 21-es, egy icipici box. Ebben ismét egy primer van, most a 20-as rózsaszín tubusos. Na, miért nem tudom rendesen visszarakni? A 22 viszont már egy eléggé nagy doboz, viszont nagyon könnyű.
héten egy kinyitható kis Maybelline tükör van, kis kozmetikai tükör. Én itt nem értem, hogy miért ekkora dobozba kell belerakni, de oké. Aztán a 23-as szintén egy nagy doboz. Oké. Ebben ismét egy szempilla spirál van, méghozzá a Lash Sensational Multiplying Mascara. Nagyon hasonlóan néz ki, mint az, amelyik a Mikulás nap volt benne. Szempilla spirálból tényleg szerintem soha nem elég, legalábbis nagyon szeretek szempilla spirálokat tesztelni. Viszont ez most már a negyedik benne. Kicsit fura. Na és akkor a 24-dik, nézzük meg, hogy egy szemhéjpúder paletta lesz-e benne vagy sem. Én arra tippelek. És nem. Ennyi? Ha, ennyi. Ebben pedig City Bronzer, bronz és kontúr púder. Ez mondjuk egy eléggé menő dolog. Egy ilyen púder állagú kontúr, amit akár még bronzosítónak is lehet használni, szerintem attól függ, hogy kinek milyen a bőrszíne, illetve miket szokott, hogy nagyon csillogó vagy nem. Én pont ilyenekkel szeretek bronzosítani. Medium Cool 200, vagy hát ilyen pirosítani, hogy mondjam. Ez egy jó dolog, viszont a 24. napra, megmondom az őszintét, én van nagyobbra számítottam. És megvagyunk, nincsen 25. doboz. Ezt itt vissza is ragasztom. Majd meló után leforgatom ezt még egyszer németül. Vissza sem nagyon csomagolom. Gyors az összegzés. Egyáltalán nem tetszik nekem annyira, mint tavaly. A tavalyi szerintem sokkal jobb volt. Idén csak 3 körömlak van benne, ami mondjuk jó, mert ez nem sok. Meglepően sok benne a szempilla spirál, és ami nagyon meglepő, hogy semmi szemhéjpúder dolog nem volt benne, még egy kicsi sem, nemhogy egy nagy, de a 24. napra, megmondom az őszintét, én egy kicsit nagyobb szemhéjpúder palettára számítottam, és azért a Maybellinnek jó sok sminkterméke van ezen a néhányon kívül, amit most benne volt. Az egyik rúzsnál pedig ráadásul még úgy is nézett ki, mintha ez már kicsit öreg rúzs lenne, mert már ezek a kis bogyók voltak rajta, szóval egyelőre nem vagyok annyira elalélva ettől az adventi kalendáriumtól. Meg is nézem gyorsan, hogy mennyibe került, de nekem az rémlik, hogy valami 50 euró körül, mindjárt megmondom. A DM oldalán rendeltem amúgy. A NYX-eset is, azt is mindjárt megnézem, hogy mennyibe került. €45 került a Maybelline-es adventi kalendárium. És ahogy látom, most már több adventi naptárat is felraktak a DM-nek a honlapjára, ugyanis olyanokat is látok, amiket tegnap még nem. Szóval nagyon durva. Az Essence-nek is van már, meg az Alverde-nek is. Ez tegnap miért nem volt? Tehát akkor azt is rendeltem volna egyből. Come on. Na bakker. Na hát ezeket be is rakom már mindjárt ide a kis kosaramba. Szóval igazából ennyi lenne az összegzésem. Nem vagyok elájulva idén ettől az adventi naptártól. Sokkal jobbra számítottam, megmondom az őszintét. A baleásat már néztem, az idén egyáltalán nem jön be. Ennyi. Igazából nem igazán tudom ajánlani. Az, aki tavaly a Maybelline-t vette meg, az idén csak csalódott lesz, mert nagyjából ugyanazok vannak benne, de még inkább rosszabb termékek, szóval nem tudom ajánlani. 45 euró, oké. Talán tavaly 50 euró volt, vagy csak 40, már nem emlékszem. Nagyjából ugyanez a kategória. Nem, sajnos nem tudom ajánlani tényleg. Most gondolkodom, hogy mi jót mondhatnék róla. Amúgy szép a dizájnja, sokkal szebb, mint a tavalyi, amikor egy hatalmas csaj volt rajta, az elég gáz volt szerintem, vagy tavaly előtt volt a Maybelline-esem, kaptam páromtól, azon egy csaj volt rajta, elég hülyén néz ki karácsonyra, nem túl ünnepi. Ez viszont ünnepi, nagyon csinos és jó pofa, hogy ilyen kis bakancslistát is lehet vezetni a bal oldalán.
vagy ha így nézzük, akkor a jobb oldalán, mindegy, rendezői bal oldalán. De sajnos ennyi az összes pozitívum, amit tudok róla mondani. Lehet, hogy most kicsit kemény vagyok. Aki nem látta a tavalyi videóimat, az szokjon hozzá, hogy én ezekben az adventi kalendáriumos videókban full az őszinte véleményemet fogom megmondani, mindenféle visszafogottság nélkül, ugyanis én azért csinálom ezeket a videókat, hogy ti lássátok, hogy mi az, ami megéri, mi az, ami nem. És nem akarok hálátlannak tűnni, mert persze mindegyiknek örül az ember, meg egyértelműen nagyobb az összértéke ezeknek a kalendáriumoknak, mint az, amit fizettél értük, viszont én megpróbálom tényleg úgy nézni ezeket, illetve az értéket, termékeket, stb. Hogy konkrétan meg tudjam mondani, hogy ez most megírja vagy nem. Én ezt egyelőre nem tudom ajánlani. Sajnos nem rossz, de én hozzá hasonlítom a tavalyihoz, és vagy a tavaly előttihez, és nem volt annyira jó ez most idén. Ja, hát ennyi lett volna, remélem segíthettem, és ha szívesen látnátok a többi ilyen videót, akkor mindenképp iratkozzatok fel, kattintsatok a harangra, hogy ne maradjatok le az értesítésekről. Én Szeni voltam, sziasztok!